Na, hali papi, mami. Hát van nekem egy elméletem, amit most sokáig gondolkodtam, hogy egyáltalán nem is akarok erről beszélni, mert hülyének fognak nézni teljesen. De hát mindegy, attól még beszélek róla. Igazából sok dolog van, ami miatt hülyének nézhetik az ember. Amikor itt szerintem elmélkedik, akkor pont szerintem az a lényeg, hogy teljesen ilyen idézőjelbe elvon dolgokról gondolkodjon, és én szoktam. És nagyon sokat gondolkodok maga a létezésen. Ugye mi értelme létezni egyetem, meg az, maga az univerzumon, meg ahol vagyunk. Nagyon sokat szoktam gondolkodni, és jutottam valahova, és azt is megpróbálom megosztani veletek. Hol is lehet ezt elkezdenem? Szóval az ember azt gondolja szerintem, így az évek során, évek, évszázadok, vagy akár ezer év alatt is, hogy mennyit fejlődött. Hogy egyéb minden történt, és hogy az ember hogy átalakult, hogy megváltotta a világot, de a valóság az az, hogy igazából nem jutott sehova. Tehát ugyanoda jutott, ahonnan indult. Semmi sem változott. Az ember megszületik, és aztán meghal. Lesz pár gyermek, aki tovább él, és azok szintén meghalnak, és ők is csinálnak, és a körbe-körbe forog az egész világ, az egész élet. Az emberek lehullik egy mag, abból kinő egy virág, a virág szépen elhervad, és a magjából újból nő. Tehát egy körkörös folyamat az egész, és akkor jutottunk volna valahova, ha azóta az ember már örök életű lenne, vagy béke lenne a világon, most a nagy dolgokat mondok, hogy valami változott volna, de az igazság az, hogy nem változott semmi, ugyanúgy az ember már akarja ölni a másikat, felfogásba se változtunk semmit. Az igazság az, hogy az ember nem változott semmit. És az most, hogy technikailag, meg hogy hova jutott, az tök mindegy, mert pillanat alatt visszakerülhet az őskorba. Az embernek a változása szempontjából teljesen mindegy, hogy technikailag milyen szinten vagyunk, ez nem változás, ez csak egy fizikai állapot, hogy mondjam. Ez hozza magával az élet az, hogy egyre profi technikai dolgok lesznek, ahogy mindennek idő kell, amit kifornak a dolgok. De ettől maga az ember az nem változik. Az ember az ugyanaz. Semmi sem változott. Ezer év alatt semmi sem. Mert a mókuskerék az ugyanaz. Az ember megszületik, aztán meghal, kész. De mi van akkor, hogyha mi rosszul érzékeljük az egészet? Mi van akkor, hogyha nincs is ilyen, hogy megszületsz, meg nincs is ilyen, hogy meghalsz? Mi van, hogyha az egészhez egy olyan érzékszerv lenne szükséges, vagy egy olyan szintű tudás, amit soha nem fogunk megkapni, mert nem vagyunk hozzá eléggé. Nem vagyunk kompatibilisek egyszerűen emberként erre. És csak azt látjuk, hogy megszületünk, meghalunk, nem tudjuk, hogy mi értelme van az egésznek, és mi van akkor, ha csak rosszul fogjuk fel az egészet? Mi van akkor, hogy az ember mindent fizikailag akar felfogni? Ami nagyon fontos, hogy az embernél, amit nem lát, az nincs. Amit nem tudok megfogni, megérinteni, nem látom, az nem létezik. Az ember az ilyen szűk látókörű. Pedig sok minden nem tudsz megfogni, ami mégis létezik, ugyanúgy a szeretetet, az érzéseket, ezeket nem tudod megfogni, nem tudod elmagyarázni, hogy mi az, és mégis van, és az ember az hajlamos erre. Ha nincs ott, nem látod, akkor az nem létezik, az hülyeség. Olyan akkor, hogyha az egész, ahogy élünk, az egész univerzum, minden, mi van, ha az egész egy érzés? Mi van, hogyha a világegyetem, amit mi folyamatosan le akarunk mérni, hogy ilyeneket mondunk, hogy nem tudom hány millió fényévre van, az a nem tudom mi, de azon is túl van, és nyilván a végtelen az egy ember számára feldolgozhatatlan. Tehát nincs olyan, hogy végtelen, az ember egyszerűen ezzel a fogalommal nem tud mit kezdeni. Végtelen, oké. Az ember számára mindennek van eleje meg vége. Ha azt mondja neki, hogy végtelen, akkor
azt mondod, hogy jó, értem, hogy nincs vége, de valójában nem érted, persze, hogy nem érted. Senki sem érti, tehát senki. Írhatnak róla elméleteket, meg jelölhetjük ilyen kis ízével, fektetett nyolcassal, de ettől még nem fogod megérteni azért, mert elnevezed valaminek. Ettől még nem értjük, mi az a végtelen. Mi az, hogy 0-0-0-0 és örökké megy. Ilyen nincsen. Mi van akkor, hogyha... Tudom, hogy meredeken hangzik, kicsit rugaszkodjunk el. Mi van, hogyha a világegyetem, vagy az univerzum is egy érzés, és mi állandóan csak meg akarjuk érinteni, meg akarjuk fogni. Most hogy lehet lemérni például a szeretetet? Mondjuk tételezzük fel, vagy a gyűlöletet, hogy lehet lemérni, miben? Egy centibe, hogy mondjuk egy méterre szeretlek? Vagy mi a mértékegysége? Tudsz neki mértékegységet adni? Nem, mert a szeretet is mondjuk végtelen, nem? Azt mondod, hogy én szeretlek, de ő szerintem jobban. De mennyivel? Egy méterrel? Vagy 10 dekával? Vagy időben mérjük, hogy 1 óra 20 perccel jobban szeretem őt? De annál is van nagyobb szeretet, meg annál is. És mindig van egy kicsit nagyobb, meg mindig van egy picit kisebb szeretet. Szeretlek, de nem annyira. Megint végtelenségig zsugorítod, és igazából össze kéne, hogy érjen, de nincs. Mivel méred? Ez egy érzés. Nem, csak azt tudod, hogy van. Vagy mennyire szeretlek? 10 millió fényévnyire szeretlek. Akkor mi van, ha 10 millió fényév, de én meg 12 millió fényévnyire? Nem, én 25 millió, én 1 billió fényévnyire. Meg egy. Mi van akkor, hogyha egyszerűen nem lemérni kéne, hanem csak megérteni? Csak nem vagyunk rá képesek. Mi van, ha nem időben kéne lemérni, hogy egy ember mennyi időt él, hanem meg kéne érteni? Meg kéne érteni azt, hogy élsz. Meg kéne érezni. Csak lehet, hogy ehhez egyszerűen nincsen érzékszervünk, hogy érzékeljük, vagy nem alakult még ki, és majd megint 1000 év múlva egyszer csak kialakul, és egyszer csak megértjük. Mi az a végtelen? Megérezzük, nem lemérjük, akkor sem fogjuk tudni lemérni, biztos vagyok benne. Nem fogjuk tudni megmagyarázni sem a születést, a halált, hogy a halál után mi van. Ezeket mind-mind meg akarjuk fogni, meg akarjuk érinteni, le akarjuk mérni, definiálni akarjuk, de mi van, ha csak meg kéne az egészet érteni, csak nem vagyunk képesek rá. Nem értjük. Egyszerűen nincs hozzá érzékszervünk. Olyan, mint a soha nem hallottál volna még, és próbálják elmagyarázni neked, hogy milyen hallani. Ugye ugyanúgy a vakoknak szokták elmagyarázni, hogy egy színt, vagy valamit, és hogy melegséghez próbálják, ilyen érzésekhez próbálják hasonlítgatni, de valójában ő soha nem fogja meglátni. El tudja képzelni. De soha nem lesz az, amit valójában látsz, vagy hallasz. Ha soha nem hallottál volna, hiába magyarázom neked, milyen hallani. Mondjuk, ha nem magyarázott, nem, akkor írnám maximum, hogy elolvasd, de nem tudnám leírni. Írnád, és mindenhez hasonlítgatnád, és az agyad egyszerűen nem tudná felfogni azt, hogy elképzeled ugyanúgy a halált, az életet, meg elfogadod, jó, hát megszületünk, vagyunk egy ideig, minek, aztán meghalsz, és akkor mi értelme volt? Mi volt az élet értelme? Minek születnek az emberek a világon? Miért történik ez a körbe-körbe folyamat? Akkor miért nincs csak semmi, vagy miért nem él mindenki örökre? Akkor mi értelme van? Miért szükséges egy új életnek létrejönni, és az előzőnek meg eltűnni? Bár én másban hiszek, én hiszek benne, hogy a lélek az így nem tűnik el. Biztos vagyok benne, én ebben hiszek. Biztos nem lehetek persze semmiben. Tehát csak azt mondom, ebben hiszek, mert én azt gondolom, aki nem hisz semmiben, ott halt meg az egész ember. Nagyon sok mindenben lehet hinni. Azt hiszem, aki mindenben elvesztette a hitét, még önmagában is az ember, annak az embernek vége valamiben, mindig hinni kell, ami előrébb visz. Ez akár lehet a gyermeket, lehet Isten, lehet egy felsőbb hatalom, lehet a te saját lelked, lehet hinni a szeretetbe. Sok mindenben lehet hinni, ahhoz a lényeg. Mindenkinek megvan, hogy mivel hisz, szerintem, ha nagyon elgondolkozik. Valaki a pénzben hisz. Még ez is egy motiváció. Bármi lehet.
És azt gondolom az egészről, hogy szerintem túl buta az ember ahhoz, hogy érzékelje ezeket a dolgokat. És tudom, hogy ez nagyon elvont következtetés, de mi van, ha elgondolkodunk, és teszem, az tényleg így van. Egyszerűen csak meg kéne érezni, és megértenénk mindent. Jó, egy olyan érzés, amit soha nem éreztél, és megéreznéd, megértenéd, hogy miért születtél meg. Megértenéd, mi van a halál után. Megértenéd, mi az a halál, megértenéd, hogy hol vagyunk, mert azt se tudjuk, hol vagyunk. Szóval most mondják, hogy oké, a Földön, meg bolygó, de hol? Meg ősrobbanás, meg megtörtént, meg megmagyarázzuk, de nem, igazából nem tudjuk, hát azt se tudjuk, hol vagyunk. Ja, hát igen, az úgy van, a fekete, minden, meg csillag, ott vagyunk, és hogy úgy van. De az igazság az, hogy ez felfoghatatlan az ember számára. Hát ez matematikailag így leírjuk, meg ilyen nullákat rakunk a végére, meg ilyen fordított nyolcasokkal, meg kitalálunk rá ilyen szavakat. De a valóság mi? Hát ezt elmondod valakinek, akkor mit csinál? Hát felfogod azt, hogy van valami, amit nem fogsz megérteni soha. Ez az egyik, hogy egyáltalán hol vagyunk, egy ilyen apró dolgot nem tudunk. Nem tudjuk, hol vagyunk, mi ez a hol vagyunk. Egy ilyen bolygó, és akkor körülöttünk meg nincsen semmi, illetve végtelenben vagyunk, de az is van valahol. Nem értjük, hát be lehet ebbe őrülni. Elkezdesz ezen gondolkodni, meg elkezdesz a halálon, az életem, hogy mi értelme, miért jöttem a világra azért, hogy itt teszek, veszek, idegeskedek, örülök, szeretek, eltűnök. Gyermekem fölnő, megint ugyanez is vissza, és megy az élet, ez meddig megy, meg a végtelenség ez is. Meddig tart az idő? Semmit sem tudunk. És mindig ilyen rohadt okosnak gondolja magát az ember, és ilyen alap dolgokat nem tudunk, nem tudjuk, hogy egyáltalán hol élünk, vagy minek élünk. Amikor ezek lennek a fontos dolgok, nem? Hogy egyáltalán miért van teremtve az ember? Mi a célunk azzal? Lehet, hogy még nem fogtuk föl a célt. És azért halunk meg állandóan, mert így egyszer meg kéne érezni azt, hogy mi a létezés, vagy meg kéne értenünk magunkat. És ha megértenénk, akkor így felvilágosodnánk, és az egész emberi faj megváltozna. De hát ez nem úgy néz ki, egyre rosszabb. Komolyan. Egyre jobban benne vagyunk a dolgainkban, és ha valaki csinál mondjuk egy ilyen elmélkedést, mint én most mondjuk erről beszél, akkor az már valószínűleg hülye egy picit. Valami ott most ilyenekről gondolkodni, hogy létezés, meg az univerzum, ki a faszt érdekel, hát itt élünk, az jóval meghalsz, úgyis legyen pénzed, dugjál meg pár csajt, azt nem ki a faszt érdekel, hogy most hol vagy, meg mit csinálsz, de ez a baj, hogy ez a baj, hogy ennyi. És amíg így ennyi, addig az ember így fog az örökké valóság lenni, amíg egyszer csak nem történik meg az a csoda, hogy megértünk mindent, megérezzük a végtelent, felfogjuk a végtelen időt, nem lemérni akarjuk majd, nem meghatározni, nem leírni, akkor nem fizikailag, nem akarjuk megmarkolni a lehetetlent, hanem egyszer csak elkezdjük érezni. Mint amikor először leszel szerelmes. Mint amikor először lesz az életedben olyan érzés, hogy szereted a szüleid, szereted a testvéred, szeretsz egy barátod, és megmagyarázhatatlanul egy belső érzés, és megérted. Azelőtt nem értetted meg, hiába mondják, hogy milyen szeretni, hiába mondják, milyen gyűlölni, nem érezted előtte, még kicsi vagy. És egyszer csak elérsz egy kort, és életedben először szeretsz. És akkor megérted. Hát biztos az emberrel vele született dolog, hogy szeret, meg gyűlöl. De az első pillanat, amikor felfogod azt, hogy ez tényleg mit jelent, akkor történik valami.
úgyhogy szerintem az élet és az univerzum, minden, ahol vagyunk, a születés, a halál, az egy érzés. Ez az én elvont véleményem. Szép napot nektek mára. Halipapi mami.